Sziasztok! Ma egy icipicit más jellegű videót szeretnék felvenni, mint ami amúgy a szokásos és várható tőlem. Ugyanis a napokban olyan dolgok történtek, vagy mondjuk az utóbbi egy héten, hogy egy kicsit felül kellett vizsgálnom ismét így önmagamat, meg amit csinálok, a mindent, ami körülvesz, akár üzlet, akár magánéleti téren. Hiszen tőlem általában azt szokták meg az emberek, hogy nyomom a dolgokat, hogy kitűzök egy célt, és addig ütöm a vasat, amíg el nem érem. Biztos, hogy nem elsőre fog sikerülni, szinte biztos, előfordul, de szinte biztos. Valószínűleg nem is másodjára, lehet, hogy nem is századjára, de egyszer sikerülni fog. Az a lényeg, hogy az élet, amikor pofán vág, porod le magad, állj fel, vondd el a tanulságokat, és nyom tovább. Járni sem egy nap alatt tanultál valószínűleg meg, és nem egyszer próbáltad, hanem egészen addig, amíg ugye megtanultál. Viszont érdemes időnként felülvizsgálni magad, nem szabad átesni a ló túloldalára. Mert én most megint ezt tettem. Mit jelent ez? Toltam, biznisz, hátán. Sok dolgot egyszerre, sok projektet, sok befektetést, sok ügyfelet, sőt, nem ügyfél, átneveztem mostantól, akiket coacholok, harcosnak hívom őket, úgyhogy a harcosaim, most már sok harcosom van, és mindegyikre fel kell készülni, mindegyikre sok időt kell fordítani, ahhoz, hogy tényleg a maximumot tudjam kiadni magamból, és kicsit rosszul mértem fel, hogy mennyi időm van, mennyi energiám van, és hogy a magánéletemben mondjuk a kapcsolatomra mennyi időt szeretnék szentelni. Vagy a saját fejlődésemre mennyi időt szeretnék például egy nap szentelni. Érdemes végig gondolni azt is, hogy hány olyan pillanat van a napodban, amikor csak úgy vagy, amikor úgy elengeded magad, nem a múlton rágódsz, nem a jövőn, nem a kitűzött célokon, hogy fú, hogy fogom ezt elérni, hogy fogom ezt megoldani, hogy fogom áttörni ezt a falat, hogy ütöm be ezt a dílt, hanem egy picit élvezni a jelent. Élvezni azt, aki vagy, élvezni azokat, akik szeretnek, hálát adni azokért az emberekért, akik szeretnek, azokért a dolgokért, amit van. Például ma kaptam egy gyönyörű festményt az egyik harcosomtól. Ezt nézzétek. Hihetetlenül szép. A hét csakrának a színe benne van, és ugye az om, amit biztos vagyok benne, hogy sokan ismertek, eszméletlen gyönyörű, és tudom, hogy óriási szeretetet tett bele, miközben csinálta. És érdemes ilyenkor megállni, végig gondolni, hogy mennyien szeretnek téged, mennyire szerencsés vagy, mennyire gazdag vagy, hiszen nem csak pénzben mérhető a gazdagság. Kapcsolatokban, egészségben tudsz mit enni, tudsz hol aludni, gyönyörű helyeket tudsz megnézni, be tudsz menni egy ötcsillagos hotelba és meginni egy kávét. A Földnek nagyon-nagyon-nagyon sok részén, a legnagyobb részén nem élnek olyan gazdag emberek, mint például te. Vagyis nagyon ritka. Legyél hálás azokért a dolgokért, amit van, amiket elértél. Ez ismét egy másik topik, hogy mennyiszer nem gondoljuk végig azt, hogy mi mindent értünk el, mi mindent vittünk véghez. Hogy egy évvel ezelőtti önmagadhoz képest például mennyit fejlődtél, hogy mennyi mindent értél el. És sajnos hajlamos vagyok én is ezt úgy félre söpörni, úgy elfelejteni, mintha nem lenne. Holott, ha végig gondolom, akkor csomót fejlődtem az egy évvel ezelőtti önmagamhoz képest. És elértem a kitűzött céloknak a nagy részét. És mégis nem engedem meg magamnak, hogy mondjuk elmenjek egy olyan étterembe, ami ahova rég vágyom. Vagy egy olyan utazásra, ahova rég vágyom. Nem költök pénzt olyan dolgokra, hogy élvezzem a jelent. Ez már a ló túloldala. És erre figyelj oda. És nem értékelem azokat, amik nekem vannak, azokat az embereket, azokat a dolgokat. Az egészségemet, a testemet, a barátaimat, a szeretteimet, a páromat. De ne ess bele ebbe a hibába. Én sajnos ismét beleestem, és nem azért nevetek, mert ennek örülök, hanem szeretek ilyenkor rájönni, szeretek ilyenkor meg kicsit így kiszállni a testemről, és megnézni magamat felülről, kívülről, hogy fú, hogy pakker, megint sikerült, hát nem is elcseszni, de egy kicsit félre számolni a dolgokat, és megint elsiklottam mellette, megint túltoltam. És ez nálam sokszor előfordul, most már szerencsére egyre kevesebb szed, de többször, mint kellene. Úgyhogy erre érdemes odafigyelned.
és így felülvizsgálod időnként magadat. Adsz-e elég figyelmet, adsz-e elég szeretetet önmagadnak és a körülötted lévő embereknek? Ne told túl a dolgokat, ne akarj mindent megoldani, és csak azért is mindent irányítani. Köszönöm, hogy ma is meghallgattál, szép napot!